Kedves barátaim, jó estét kívánok, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok. Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni. Kedves barátaim, uh, milyen nap van ma? Csütörtök, csütörtök, délelőtt veszem föl ezt a mai beszélgetést, hogy ma este sem maradjatok muníció nélkül. Sajnos este nyolcra akkor nem fogtunk tudni élőben bejelentkezni, vendégeink vannak, és hát rendkívül nagy jövő és menés, úgyhogy nyugodt, nyugodt sarkot sem nagyon tudok keresni magamnak ma estére, úgyhogy úgy gondoltam, hogy előre és már tegnap is ilyesmi volt, szóval tegnapi tanulást le kellett mondani, de hát azért kétszer egy zsinórban nem nagyon szeretném, úgyhogy íme itt vagyok, nem tudok ezért senkit vagy titeket személyesen köszönteni. Viszont amit tudok, az az, hogy tovább beszélgetünk a, az Isten és ember kapcsolatáról, az Isten és ember közötti szeretetről, Isten és ember közötti viszonyrendszerről, méghozzá a Tanya, a Hasid filozófia, a zsidó filozófia misztikus megközelítésének alapűvéből. Annak is a 45. fejezetét kezdjük ma tanulmányozni. az elmúlt fejezetekben Isten félelemről és Isten szeretetről beszéltünk, ezeknek egymásra épülő mi voltáról, illetve arról, hogy melyik erősebb, és hogy hogyan viszonyul a kettő egymáshoz. Ezt folytatja az Alterebe, a Tanya szerző, az első Lubabics rebe a tárnya 45. fejezetében ezt a gondolatot, és kiegészíti egy, egy új fajta gondolattal, ami azt gondolom, hogy forradalmi, némileg forradalmi gondolat, már azok is forradalmi gondolatok voltak, amelyekről korábban beszéltünk, jelesül a többfajta szeretetről, ugye úgy hívtuk, hogy Ávár-Rába, Ává rába", és, és, és Ávat-Olam azaz nagy szeretet és, és, és végtelen szeretet illetve beszéltünk kétfajta Istenfélelemről, iráta és Ira-Ila, vagy alsóbrendű félelemről és felsőbrendű félelemről, és beszéltünk azokról, akik nem voltak itt. Ajánlom figyelmébe a korábbi beszélgetéseket, YouTube-on és Facebookon is visszanézhetők. Beszéltünk ezekről, hogy, hogy ezek hogyan követik egymást, hogyan épülnek föl. Most a 45. fejezet egy új fajta, vagy egy, egy új koncepciót mutat be nekünk, és ez pedig az együttérzés, a kegyelem attribútuma, az együttérzés, amit úgy hívunk héberül, hogy Rahamim, vagy e, igen, azt hiszem, talán ez a legjobb szó. Együttérzés, a um, könyörület, kegyelem attribútuma. E, ez a, az Isten szeretet ugyanis egy harmadik fajta, és tulajdonképpen az előző két fajta szeretetet felülölelő, vagy körbevevő harmadik szeretet, amit ami az együttérzésben, a, a, a rahamimban, az együttérzésben, a kegyelemben, az irgalomban érhető tetten. Arról van szó ugyanis, nagyon röviden, vagy hogy mondjam, nagyon profánul elmagyarázva, ugye? Ha, arról, ha belegondol az ember abba, hogy Isten felüláll a tér és az idő törvényein, ha belegondol az ember abba, hogy Isten eh, transzcendens, hogy Isten mindenen, Isten nem kötik a fizikai törvények, sem az idő, sem a tér törvényei, mindenem felül áll, örökké való, tökéletes, nem hiányzik neki semmi, és így tovább. És mégis a lelkünk, az emberi lélek ezzel párhuzamosan viszont Istennek egy darabja, része az örökké ha úgy tetszik, és ezen a fizikai világon, erre a fizikai világra van a lélek száműzve, akkor ez a gondolat É, együttérzést, szánalmat ébreszt az emberben. Az a, dobálózok ezekkel a szavakkal, hogy kegyelem, együttérzés, szánalom, irgalom, tudom, hogy ezek nem szino, teljes szinonimai egymásnak, nyilvánvalóan nem azok, de mégis, ha megengeditek, akkor valamiféle ilyen hasonlóság jelet fűznék közéjük. Tehát ha ebbe belegondol az ember, hogy az emberi lélekben, ezen a fizikai világon van száműzve Isten, az isteni dicsfény, a schina, tölti meg ezt a világot, hogy neki keresünk lakhelyet ezen a világon, akkor, akkor ez az embert ösztönösen, ösztönösen szánalomra, ösztönösen együttérzésre, ösztönösen a kegyelem attribútumára kell, hogy sarkalja. A kegyelem attribútumát a Midat Harachamim, a kegyelem attribútumát egyébként, a három ősatya közül Jákob ősatya reprezentálja, a harmadik ősapa, az első ősapa az a Chesed, a jótékonyság attribútuma, a második ősatya Izsák, Jitzhák, a Gvurá, az erő, a mértékletesség attribútuma, erről hosszan lehetne beszélni, a zohára, Kabala részletesen beszél erről, és említi fel az egyes ősatyák legfőbb attribútumát, Ábrahámnak a chesed, a jó cselekedete, a kegyelem, az irgalom, a, a ják, a Izsáknál az erő, és a, a mértékletesség, a szigor szabálya érvényes, ugye Izsák volt, aki kutakatásot, hosszan lehetne erről beszélni, most elégedjünk meg azzal, hogy ez így van a Kabbala nyelvezete, vagy a Kabbala gondolkodása szerint, és a harmadik ősatya, Jákob, a rachamim, a kegyelem, az együttérzés, az irgalom egyik megtestesítője, ami tulajdonképpen szinonimája a tiferetnek, a, a gyönyörűségnek, ami pedig a hatodik szférája az isteni szféráknak. Most azt olvassuk, oké, okay, tehát, tehát hogyha az ember belegondol ebbe mélyen el, Mélyen belegondol abba, hogy az örökkévaló Isten, a világot betöltő, a világot körbevevő Isten, aki felülálló étér és időtörvényén száműzve van ezen a fizikai világon, akkor ez az emberben irgalmat kell, hogy keltsen, szánalmat, kegyelmet, együttérzést kell, hogy keltsen Isten irányába, és ez kell, hogy az embert motiválja a parancsolatok megtartására, micvák a parancsolatok megtartására. Pusztán az a tény, hogy Isten vette a fáradtságot, hogy megteremtette ezt a világot, és száműzve van az Isteni dicsfény a világ, erre a világra, erre a fizikai világra, hát hogy jövök én ahhoz, hogy ne tartsam meg a Tóra törvényeit, Isten törvényeit, amikor tudom, hogy ez számára, ez Isten számára a legfontosabb. Ez egy, ez egy, olyan fajta szeretet, amely hasonlatos a, a gyermek és a szülő közti szeretetre. Ez az a fajta szeretet, amelyben, amely alapján a szülő elkényeztet, amely az alapján pardon, a gyerek öm, elkényezteti a szülőt, a szülő elkényezteti a gyereket és a gyerek elkényezteti a szülőt. Egyrésztről a szülő ö, kegyelemmel és irgalommal van a gyermeke iránt és azt mondja, hogy erre a, erre a fájdalmas, nehéz fizikai világra szültem gyereket, hoztam erre, erre a nagyon brutális világra, és látjuk, ha körbenézünk, hogy milyen brutális ez a világ, erre a világra hoztam gyereket, másrészt, és ez irgalmat, ez együttérzést kelt a szülőben a gyermek iránt, ugyanúgy a gyermekből, a szülő iránt is tapasztalható egyfajta együttérzés, hogyha látom, hogy a szüleim számára mennyire, hiszen ők tudták volna élet, élni az életüket nélkülem is, a szüleim tökéletesen, ö, ö, tökéletes lett volna az életük nélkülem is, hogy én mennyi fáradtságot okozok a szüleimnek, hogy én mennyi aggodalmat aggódal, okozom a szüleimnek, és persze örömet is, természetesen, de a gyermeknevelés az fájdalommal jár, az, az lemondásokkal jár, és milyen, én ebből milyen sok lemondást okozok a szüleimnek azért, mert én vagyok, még akkor is, zárójelben megjegyezve, még akkor is, ha én magam nem akartam a világra jönni, ez a gyermekben is együttérzést kelt a szülei irányába, hogy ne, tagadják, ne tagadja meg a gyermek amit a szülei kérnek tőle, ne utasítsa vissza a gyermek a szülei kívánságát. Ez tehát, a, ez tehát egy, egy, együttérzés, ez egy harmadik fajta, ez egyik sem, ezek a többfajta szeretet, a többfajta szeretet, vagy a több lépcsős szeretet. A szeretetnek a több szintje, az nem zárja ki egymást, egyik a másikat, ez mind, ebből mindegyik érvényesül, és ez a harmadik, ami érvényesül, ez pedig az együttérzés, az együttérzés az irgalom szintje. Azt mondtuk, hogy Jákob az a Bibliában, aki é, aki é, megtestesíti ezt a fajta együttérzést, ezt a fajta, é, egyáltalán a, a ráhamimat, az együttérzést, Jákob testesíti meg. A, a tánya azra is felhívja a figyelmet, hogy ezt jelenti az, az írásvers Mózes első könyve, 29. fejezet, 11. vers, amikor az, az van írva, Vajasek, Jákov, La Rachel, et És Jákov megcsókolta Ráchelt, a feleségét, felemelte a hangját, és sírni kezdett. Vajisza, et jevk Felemelte a hangját, és sírni kezdett. Mit jelent ez a vers? Ugye arról beszélünk most, amikor Jákov feleségül veszi Ráchelt, akkor Jáko felemelte, a, megcsókolta a feleségét, megcsókolta a feleségét, és felemelte a hangját és sírt. Mit jelent, ez a, mit jelent ez a gondolat? Hát több értelmezése is van ennek a gondolatnak. Az egyik értelmezés ennek a gondolatnak, amelyet a klasszikus értelmezés, amelyet a, amiről a Talmud beszél, hogy Jákob proféciában előre látta a Jeruzsálemi Szentély puszt sok száz évvel, sőt ezer évvel, sőt több mint ezer évvel későbbi pusztulását, és emiatt sírt, emiatt fakadt sírva. Ez a klasszikus értelmezés a, a, a zohár, a kabala, a Hasidiról egy másfajta értelmezést ad ennek a versnek. Miért, mit jelent az, hogy megcsókolta Jákob Ráchelt? A csók ö, teremtett hidat Jákob és Ráhel között, Jákob az együttérzés szimbóluma, és ebben a tekintetben isten, az isteni együttérzés, az acilút, az isten maga, az isteni megnyilatkoztatás szimbóluma, Rákel pedig a zsidó népet reprezentálja, ugyanis azt mondja a kabala, azt mondja a Zoár, hogy Rákel lelke az egy általános lélek volt, és Rákel lelkében összpontosult minden az emberiség összes lelke. Ezért tehát a csók, amely, Isten, amely Jákob és Rákel között született, az egy olyan csók, mint Isten és az ember, Isten és ember közötti csók, amely együttérzés, amely kegyelem, amely az irgalom csókja. Most szájról szájra való csókot, nem akarok grafikus lenni, vagy plastikus, túlságosan, túlságosan leíró lenni, de ez egy szájra történt csók volt. És ez nagyon fontos, azért fontos, mert a lehellet nagyon fontos szerepet játszik. Ugye a szájon történ, amikor két ember szájon történ, szájon csókolja egymást, akkor a lehelletek találkoznak. Márpedig már a lehellet, héberül úgy mondják nesimá, nesimá az lehellet, de ugyanez a héber szó egy picit más magánhangzókkal azt is jelenti, hogy lélek. Nesamá. Nesimá, lé, nesimá lehellet, nesamá lélek. Ugye arra utal ez a szó, amikor Isten az emberben lelket lehelt a teremtéskor. A lélek, a lelkünknek több aspektusa van, jelesül öt. Ebből az öt aspektusból az egyik, amit úgy hívunk, hogy nesamá, és amikor, az, amikor két ember csókolózik, akkor a lelkek egyesülnek, a lelkek csókolják meg egymást. Nem csak fizikai csók történik férj és feleség között, hanem a lélek, a lelkek egyé válnak, a lelkek keverednek. Ugyanezt tapasztalható elvont értelemben Jákob és Ráhel között, ahol Jákob szimbolizálja az isteni irgalmat, Isten, Isten megnyilvánulását, ha úgy tetszik. Ráhel szimbolizálja a zsidó nép összes lelkét, Ráhel szimbolizálja az emberiséget, és amikor megcsókolja Jákob már amint Jákob Ráhelt, pardon, akkor a lelkek találkoznak, akkor összeér Isten és ember, akkor összeér a magasztos, a magasztos ég, a, a, a mennyek összeérnek a földdel, a fizikai világgal. Most, ez nagyon szép szimbolika, de hogyan valósul meg ez a gyakorlatban, hogyan tudom, ha úgy tetszik, megcsókolni Istent, hogyan képes az ember, a fizikai ember, a idő és tér által korlátozott, fizikai törvények által korlátozott ember megcsókolni az örökké valóságot képletesen és gyakorlatban a tóra tanulás által micvák, a parancsolatok gyakorlása és a tóra tanulás által, hiszen amikor beszélsz, amikor tanulsz és kiejted a szavakat, akkor lehellet távozik a testedből, és ahogy említettük, a lehellet nesimá, az szinoním, a az az a lélek szóval, amikor a tóra szavait tanulmányozza az ember, akkor nem csak, hogy kapcsolatba kerül a transzcendenssel, nem csak, hogy kapcsolatba kerül az örökkévalósággal, de megcsókolja egyben Istent, a szavak, amit most éppen csinálunk, Tóráról beszélgetünk, de tágabb Tóráról beszélgetünk, ne felejtjük el, hogy a Tóra az nem csak Mózes öt könyve, szigorúan véve Mózes öt könyve, de nem csak Mózes öt könyve, hanem tágabb értelemben az egész rabbinikus, az egész zsidó irodalom, úgy az ember, olyankor az ember megcsókolja Istent, megcsókolja az örökké valót, megcsókolja az örökké valóságot. Ég és föl találkozik, a spirituális találkozik a profánnal, a mennyek összeérnek a Földdel, és ez nem egy fizikai nem csak egy fizikai találkozás, hanem ez bizony egy spirituális találkozás, amely sokkal mélyebb és mélyre hatóbb, mint a fizikai találkozás. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Holnap péntek van, nem fogunk találkozni, legközelebb vasárnap este fogunk találkozni. Mindenkit addig is sok-sok szeretettel üdvözlök. Savatsalom, békés és boldog szombatot. Holnap reggel, meg ha tehetitek, akkor nézzétek 8 órakor a TV2 Mokka című adásától, ismét vendégeskedem, és remélem, hogy érdekes témáról fogunk tudni beszélgetni. Ha tehetitek, nézzétek élőben, ha meg nem, akkor ki fogom tenni, ahogy majd elérhető lesz természetesen itt a Facebook oldalamon, illetve a Youtube oldalamon is. Vigyázzatok magatokra és egymásra, holnap reggel, tehát 8 órakor a TV2 Moka című műsorában, 8 óra 5 perckor körülbelül a Moka című műsorában, és vasárnap este 8 órakor itt a YouTube oldalamon, illetve a Facebook oldalamon várlak benneteket sok-sok szeretettel. Áldás és békesség mindenkinek, a örökkévaló Isten legyen veletek. Remélem, hogy a hőséget jól bírjátok, hűségetek, kiméljetek magatokat, igyatok sohat, sokat, ne tartózkodjatok túl sokat a szabadban, vagy legalábbis ne a napon. Vigyázzatok magatokra és egymásra, ha víz közelbe tudtok lenni, az természetesen nagyon jó. Akik nyaralnak, azoknak pedig jó pihenést kívánok, és ne felejtsük el, hogy a nyaralás az, az ugyan fizikai feltöltődés, de de nem érdemes spiritualitás nélkül maradni, úgyhogy nyaralás közben is érdemes bekapcsolódni itt a Facebook oldalon vagy a Youtube-on a, ezekbe a tanításokba, és akkor legalább napi 15 perc spirituális útravaló is van a nyaralás idejére. Vigyázzatok magatokra és egymásra!